Szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban az érettségiző diákokat. A telesuli keretén belül a következő hetekben péntekenként logikaórát fogunk tartani. Az első témakör, amivel foglalkozunk, a fogalom, pontosabban a fogalom meghatározása, szerkezete, osztályozása és a fogalmak közötti viszonyok kérdésköre, valamint megnézzük azt is, hogy ezekkel a kérdésekkel hogyan találkoztok majd az érettségi tételsorokban. A fogalomnak a formális logikában nincs általánosan elfogadott meghatározása. Egyik megközelítésben a fogalom a gondolkodásunk alapegysége, amely egy dolog vagy tárgyosztály lényeges tulajdonságait, a létezésére és a meghatározó kapcsolataira vonatkozó ismereteinket tükrözi vissza. Bár a magyar nyelvben a fogalom és terminus kifejezéseket szinonímaként használjuk, a valóságban a terminus kifejezés átfogóbb. A terminus három szerkezeti elemből tevődik össze, amelyek nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Mégpedig létezik először is egy nyelvi alkotóelem, egy szó vagy szókapcsolat, amellyel kifejezzük a létezőknek egy csoportját, amelyek lehetnek tárgyak, jelenségek, személyek, értékek, illetve ezeknek a létezőknek a gondolkodásunkban való tükröződése a kognitív elem, vagyis maga a fogalom. Lássuk, hogyan épül fel egy fogalomnak a szerkezete. Minden fogalomban megkülönböztetünk egy tartalmat és egy terjedelmet. A fogalom tartalma a fogalom által jelölt tárgy tulajdonságait jelenti. A terjedelem pedig azoknak a tulajdonságok, ezekkel a tulajdonságokkal rendelkező tárgyaknak az összességét. Ha példának venném az alapszín fogalmát, az alapszín fogalmának a tartalma olyan szín, amelyet nem tudunk más színekből kikeverni, a terjedelme pedig klasszikus értelemben a sárgának, a kéknek és a zöldnek különböző kombinációja. Minden fogalomnak a tartalma és a terjedelme szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ezt legegyszerűbben úgy tudjuk vizsgálni, hogy ha valamely fogalomhoz hozzárendelünk egy plusz tulajdonságot. Nézzük meg. Ha adott az emlős fogalma, és hozzárendelem a szárazföldi jelzőt, egy új fogalmat, pontosabban egy összetett fogalmat nyerek. Ennek a fogalomnak a plusz tulajdonsággal együtt a tartalmi köre bővült, több tulajdonsággal rendelkezik, a terjedelmi köre viszont kisebb, hiszen kizártuk az elemek köréből a vízi emlősöket. Ennek alapján meg tudjuk állapítani, hogy a fogalom tartalma és terjedelme fordítottan arányos. Ami azt jelenti, hogy ha bővítjük a tulajdonságok körét, akkor az elemek köre csökkenni fog, ha pedig a tulajdonságok körét csökkentjük, akkor egyre több elemmel fog rendelkezni egy fogalom. Nézzük meg, hogy egy érettségi tételben hogyan találkozhattok ezzel a problémával. A tavalyi évben például az egyik feleletválasztós kérdésben a diákok a következő feladatot kellett megoldják. Ha a hétvégi ház fogalmából kizárjuk a hétvégi tulajdonságot, akkor egyidejűleg csökken a fogalom tartalma és terjedelme, egyidejűleg növekszik a fogalom tartalma és terjedelme, a fogalom tartalma növekszik, a terjedelme pedig csökken, avagy a fogalom terjedelme növekszik, a tartalma pedig csökken. Mi tudjuk, hogy a fogalomnak a tartalma és a terjedelme fordítottan arányos, vagyis az A és B lehetőségeket, amelyekben ez a kettő egy irányba növekszik, egyből kizárhatjuk. Ugyanakkor a tulajdonság a tartalmi körhöz tartozik, ezzel már meg is kereshetjük a helyes választ, ugyanis a tartalmi kör az, ami csökken, és a terjedelmi kör az, ami növekszik, vagyis a helyes válaszunk ebben az esetben a D lesz. Fontos átismételnünk a fogalmak osztályozását is. Ezt az osztályozást mindig külön végezzük tartalom alapján és terjedelem alapján. Nézzük meg, hogy hogyan. Az osztályozás során mindkét szempontnál négy ellentétpárt fogunk találni, és nagyon fontos megjegyeznetek azt, hogy bármely fogalmat választanánk, az ellentétpárok valamelyikében mindig besorolható. Nézzük sorra. Az egyszerűség kedvéért egy-egy kulcskérdéssel szemléltettük.
Ha egy fogalomnak egyetlen valós eleme sincs, üres fogalomnak fogjuk nevezni, a nem üres fogalmak terjedelme pedig legkevesebb egy elem. Üres fogalom például bármilyen mesehősnek a fogalma, a boszorkány, a sárkány, nem üres fogalom pedig bármi, ami létezik a valóságban. Ha egy, és csak is egy eleme van egy fogalomnak, egyedi fogalomnak fogjuk nevezni, az általános fogalmaknak pedig legkevesebb két eleme kell legyen. Egyedi fogalom az én fogalma például. Általános az ember fogalma. A gyűjtő és elosztott fogalmak megkülönböztetésével tévednek legtöbbször a diákok. Legegyszerűbben úgy tudjátok megjegyezni, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a gyűjteménynek mindig van olyan tulajdonsága, amellyel nem rendelkezik a gyűjtemény minden eleme. Ha adott egy négy tagú család, a példa kedvéért, egyértelmű, hogy a családtagok nem négy tagúak. Az elosztott fogalmaknál pedig minden elem rendelkezik azokkal a lényeges tulajdonságokkal, amelyeket a tartalom rögzít és tükröz. Végül pedig a homályos vagy bizonytalan és pontos fogalmak között az a különbség, hogy a homályos fogalmaknál nem tudjuk megtenni azt, hogy a terjedelmi kört, vagyis az elemek számát pontosan behatároljuk. Ilyen fogalom például a műalkotás fogalma, az idős ember fogalma, amelyek esetekben léteznek olyan tárgyak, személyek, amelyekről nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy beletartoznak az elemek körébe vagy sem. Tartalom alapján hasonlóképpen négy ellentétpárt fogunk találni. Az elvont fogalmaknak az a jellemzője, hogy az általuk tükrözött tulajdonság tájtól függetlenül is értelmezhető. A konkrét fogalmaknál viszont ez nem lehetséges. Az abszolút vagy magyarul különnemű fogalmak olyan fogalmak, amelyeket más tárgyaktól függetlenül is tudunk értelmezni. A relatív vagy viszonyfogalmak pedig, ahogy a nevük is mondja, egy nagyon lényeges kapcsolatot fejeznek ki, egy olyan kapcsolatot, amely nélkül a jelölt tárgy a valóságban nem is létezne. A pozitív és negatív fogalmak között az a különbség, hogy a pozitív fogalmak tulajdonságok meglétét, a negatívak pedig tulajdonságok hiányát fejezik ki. És végül az összetett fogalmakat egyszerűbb fogalmak összekapcsolásával nyerjük. Nézzünk egy példát. Ha kiválasztjuk mondjuk a diák fogalmát, akkor ez a fogalom nem üres, hiszen diák létezik a valóságban, általános, hiszen tudjuk, hogy sok diák van, elosztott, ugyanis minden diák rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy oktatási intézménybe jár és tanul. Pontos, a kritériumok alapján meg tudjuk állapítani, hogy valaki diák-e vagy sem. Konkrét, viszonyfogalom, hiszen pedagógus nélkül diák nem is létezhetne, pozitív és egyszerű. Összetett fogalom lenne például, hogyha középiskolás diákra gondolnánk. Lássuk akkor a tavalyi érettségi tételben, mit kellett ezzel kapcsolatban tudniuk a diákoknak. A hatodik feleletválasztós kérdés így szólt. A fehér macska fogalom tartalmi szempontból nem üres, általános, elosztott és pontos, vagy relatív, elvont, egyszerű és negatív, üres, egyedi, gyűjtő vagy homályos, végül abszolút, konkrét, összetett és pozitív. Figyelembe kell vegyük azt, hogy ezeket a fogalmakat mi tartalmi szempontból kell vizsgáljuk, ezzel az A és C lehetőséget ki is zárhatjuk, mivel ezek terjedelmi szempontból osztályoznak. A B és D válaszok közül pedig nagyon egyszerűen tudunk már dönteni, a fehér macska konkrét, a valóságban létező tárgy, abszolút más dolgoktól való viszonyán kívül is tudjuk értelmezni, összetett, ugyanis két minőség összekapcsolásával nyertük, és pozitív, vagyis a helyes válaszunk a D lesz. Nagyon fontos a fogalmak közötti viszonyokat is ismernünk. Ezeket a fogalmak közötti viszonyokat azt szerint különböztetjük meg, hogy a két tagnak, a két fogalomnak van-e közös eleme vagy nincs. Amennyiben van ilyen közös elem, megengedő viszonyról fogunk beszélni, ha pedig nincs, akkor nem megengedő viszonyról. Összesen ötöt különböztetünk meg, ezeket pedig külön-külön fogjuk elemezni a következő képkockákon.
Az első és egyben a legegyszerűbb viszony az azonossági viszony, amely akkor áll fenn, hogyha adott két fogalom, amelynek minden eleme azonos, vagyis a teljes terjedelme fedi egymást. Ilyen például a kettő és a páros prímszám fogalma, ugyanis tudjuk, hogy páros prímszám kizárólag a kettő, tehát az elemek teljes mértékben fedik egymást. A metsző viszonynak az a jellemzője, hogy adott két fogalmunk, amely közös elemekkel is rendelkezik, de mind a kettő rendelkezik olyan elemekkel is, amelyekkel a párja nem. Ha A és B körökkel felrajzoljuk egy Euler diagramon ezt a viszonyt, pontosan ezt tükrözi a diagram is. Ilyen például az emlős és a húsevő fogalom. Vannak emlősök, amelyek húsevők, de olyanok is, amik nem, gondoljunk például a növényevőkre. Avagy a húsevők között nem csak emlősöket találunk, hanem találni fogunk például halakat. Harmadik megengedő viszony az alá és fölé rendeltségi viszony lesz, amely esetében adott egy általános fogalom, amelyet nem fogalomnak nevezünk, és ez magába foglalja egy fajfogalomnak minden elemét, de úgy, hogy ezen kívül más tagja is vannak. A szélesebb fogalmat nem fogalomnak, az alárendelt fogalmat pedig fajfogalomnak fogjuk nevezni. A példánkban pedig az általánosabb fogalom a gerinces fogalma, a fajfogalom pedig az emlős. Választhattuk volna bármelyik másikat is. A diákok nagyon-nagyon sokszor tévesztik a metsző és az alárendelő viszonyt. Ezeknek a megkülönböztetésére azt javasoljuk, hogy amikor el kell döntsétek egy fogalompárról, hogy melyik viszonyba tartoznak, mindig rajzoljátok fel az ábrát. A metsző viszonynál azt fogjátok látni, hogy nem csak közös elemek, hanem különböző elemek is vannak. Az alá és fölé rendelő viszonynál pedig különböző elemekkel csak az általánosabbik fogalom rendelkezik. Ha fölrajzoljátok, sokkal könnyebb lesz tévedés nélkül megoldani a feladatokat. Nézzük akkor a nem megengedő viszonyokat is. Ezek közül az első az ellentmondó viszony, amint a neve is mondja, ebben az esetben két fogalom egymásnak a tagadása. A logikában úgy határozzuk meg, hogy adott egy A és B fogalom, amelyek egy nem fogalomnak úgy a faj fogalmai, hogy rajtuk kívül nem létezik más, és ők egymás tagadásai. Ha valami nem A, akkor biztosan B. Ilyen például a gerinces és a gerinctelen fogalma. Ha egy állat nem gerinces, biztosan tudjuk, hogy gerinctelen. Vagy a páros természetes szám és a páratlan természetes szám szintén egymás tagadása. Ellentétes viszonyban ezzel szemben adott egy A és egy B fogalom, amelyek úgy fajfogalmai ugyanannak a nem fogalomnak, hogy rajtuk kívül más lehetőség is fennáll. Valami nem lehet egyidejűleg A és B is, de nagyon könnyen megtörténhet, hogy nem is A, nem is B, hanem egy harmadik lehetőség. Ilyen például a gerincesek között megkülönböztetünk madarakat, emlősöket, rajtuk kívül viszont még létezik három lehetőség. Avagy a prímszám lehet 5, lehet 7, de nyugodtan lehetne 17 is. Ezt a két viszonyt is nagyon gyakran tévesztik a diákok. Megkülönböztetésükre szintén azt javasoljuk, hogy rajzoljátok fel az Euler diagramokat, és figyeljétek minden esetben meg, hogy az A és a B-n kívül van-e másik lehetőség. Ha az A tagadásával B-re jutunk, akkor biztosan ellentmondó viszonyról van szó, ha pedig nem egyértelmű, hogy az A tagadásából a B-re kell jutnunk, akkor ellentétes viszonyról van szó. Nézzünk akkor egy érettségi tételt. 2019-ben szintén egy feleletválasztós kérdéssel találkoztak a diákok ezzel kapcsolatban, a következőképpen. A gyümölcs és a kajszibarack fogalmak közötti logikai viszony azonossági, alárendelő, ellentétes, avagy metsző. A négy lehetőség közül az egyiket már ki is zárhatnánk. Az ellentétes viszony azt feltételezte, hogy közös elemük nincs, mi pedig tudjuk, hogy ez nem így van. De nézzük tovább. Ha felrajzolom az Euler diagramot, ahogy nektek javasoltam,
akkor a kajszibarac körét a gyümölcsök körébe kell berajzoljam. Az azt jelenti, hogy ez a viszony azonossági viszony lesz, alárendelő viszony lesz, a helyes válaszunk pedig a B. Jó? Avagy minden egyes tételben, az első tétel B pontja egy 10 pontos tétel, azt kéri tőletek, hogy adott feltételek között ábrázoljátok egy Euler diagramon négy fogalom között a viszonyt, és az ábra alapján majd állapítsátok meg hat állításról, hogy igazak-e vagy sem. Nézzük. Azt mondta a feladat, hogy adott négy terminus a következő feltételekkel. Az A fogalom ellentmondó viszonyban áll a B-vel. Fel is rajzoljuk az ellentmondó viszonyt, nem felejtjük el, hogy csak két lehetőségünk van ebben az esetben. A C terminus alárendeltje az A-nak, és ugyanakkor ellentétes viszonyban áll a D-vel. D-ről egyelőre nem tudunk semmit, a C körét egyszerűen berajzoljuk az A félkörébe. Majd a D fogalom az A fogalom fajfogalma, és szemben álló viszonyban van a B fogalommal. A szemben álló viszonyt nem megegyező viszonynak kell érteni, az azt jelenti, hogy ellentét vagy ellentmondás lehet. Hogyan kell akkor berajzoljam a D-t? Egyik feltétel azt mondja, hogy ellentétes a C-vel, a másik azt mondja, hogy alárendeltje az A-nak, a harmadik pedig azt mondja, hogy ellentétes a B-vel. Az azt jelenti, hogy meg is van a helye. Nézzük akkor a hat állítást, aminek az igazságértékét meg kellene állapítsuk. Egy D sem C. Az állítás igaz, a köröket ellentétesként rajzoltuk föl. Némely C nem A. A C fajfogalma az A-nak, tehát hamis az állításunk. Minden B, D, B és D ellentétes, az állítás hamis. Némely D, C, D-nek és C-nek közös eleme nincs, tehát ez is hamis lesz. Néhány A, C, azt látjuk, hogy a C fogalom fajfogalma az A-nak, tehát igaz az állítás, és legvégül egy A sem B, a feltételek is mondták, hogy A és B ellentmondó. Ezzel eljutottunk a fogalom kérdéskörének a végéhez. Amikor érettségire készültök, mind a négy témakört ezzel kapcsolatban alaposan kell ismernetek, abban az esetben pedig, hogyha bármilyen feladatot kaptok, azt javasoljuk, hogy próbáljátok meg a feladatokat Euler diagramokkal, kizárásokkal megoldani, azért, hogy a tévedés lehetősége minél kisebb legyen. Mindenkinek jó tanulást kívánok, kitartást és sikeres érettségit!